ugye emlékeztek még a 90-es évekből az otthoni videózásokra? A hazai tékák polcairól még hiányzó filmeket, a kézről kézre adott, rossz minőségű, házilag barkácsolt, egyszereplős narrációval élvezhettünk végig. Akkor közre kell működnöd, rendben? Nem. Ezek voltak az alámondásos filmek. Hi. Jó napot, Miss Mooney. Szia. Mr. Mooney, I think I'm going to be. Azt hiszem, hogy parancsolj, Mr. Flanagan. Ez a mi a fene? Neked. $10,000. $10,000. Is that all your daughter's worth? Ennyit ér a lányod csak? Okay. How much will it take? Rendben, mennyi kell? Én nem kell nekem az átkozott pénzet. Nem vehet engem meg, hogy kilépjek Jordan életébe. Gondolom, hogy hagyom, hogy egy bárpultas besétálni a családomban. Ő választott. Mi történik itt? Jordan, ide jöttem, hogy vele beszélj. Ha nem mész innen azonnal, akkor igen, apa, majd én ezt elintézem. Jordan, tudom, hogy nem mondtam igazat a múlt éjszaka, és nem is cselekedtem helyesen. De azt hiszem van esélyünk egymásra. Brian, nincsen mi. Túl sok dolog van köztünk, ami nem jön össze. Minden a gyerekkel. Kölyöknek apára van szüksége. Nem olyan, ami egy éven te egyszer itt lesz. Főleg nem egy ilyen, mint te vagy. Apa. Még egy lehetőséget akarok. Nem. Megérdemlek egy második lehetőséget. Nem. Brian, honnan tudjam, hogy őszinte leszel voltam? Magadra se vagy őszinte. Őszinte vagy? Miért te őszinte voltam? Miért nem mondtad nekem, hogy te gazdag lány vagy? Azért, mert annyira oda vagy a pénzé. Attól féltem, hogy nem tudom, hogy hogy érzel irántam. Irántam. Hogy érzel irántam? Látod ezt? This is your father's idea. Az apádnak az ötlete volt, hogy hogy szabaduljak meg tőled. Ennyire érdekel engem ez. És így érzek irántad. Lehet, hogy soha nem fogod tudni. Jó napot, Muni kisasszony. Jó napot! Azt hiszem, uram, én mégiscsak inkább... Fogja ezt, Flanagan. Mi a fene ez? A magáé. $10,000. Hát csak ennyit ér a lánya? Rendben. Hallja, mennyit akar. Nem kell az Isten verte pénze. Engem nem vásárolhat meg a lánya életéből. Csak nem képzelő, hogy hagyom egy ilyen jöttmentnek tönkretenni a lányom életét. Hadd döntse el ő! Egy fráz ez dönti el! Ezt bízzuk rá! Hogyan a száját? Folyik itt? Azért jöttem ide, hogy beszéljek. Nézze, veled. Ha nem tűnik el innen azonnal. Esküszöm, kidobhatom innen. Aha, ezt majd én elintézem. Jordan! Jordan, tudom, a múltkor ocsmányul viselkedtem. Nem azt mondtam, amit igazán kellett volna. De én hiszem, hogy van még egy lehetőségünk. Köztünk vége mindennek, Brian. Túl sok olyan dolog történt, ami a kapcsolatunk ellen szól. És mi van a gyerekkel? Annak a gyereknek, a gyerekünknek apa kell. De nem egy olyan, aki egy év múlva lelép. Bizony, ezzel az életmóddal miféle apa nem? Jordan, hagyd még egy lehetőséget. Nem. Megérdemlek még egy második lehetőséget. Nem. Brian, honnan tudom majd, hogy őszinte vagy-e hozzám? Amikor még magadhoz is alig bírsz őszinte lenni. Őszinte? Miért te olyan őszinte voltál? Miért nem vallottad be, hogy te is csak egy gazdag nő vagy? Mert téged annyira érdekel a pénz. És féltem, hogy sosem tudom meg igazából, mit érzel irántam. Irántam. Hogy mit érzel én irántam. Látod ezt? Ez az apád elképzelés arról, hogyan szabaduljon meg tőlem. Látod? Ennyire érdekel engem a pénz. És azt, hogy hogyan érzek irántad. De sose fogod megtudni. Jó.
Jó napot, Muni kisasszony. Jó napot. Azt hiszem, uram, én mégiscsak inkább... Fogja ezt, Flanagan. Mi a fene ez? A magáé. $10,000. Hát csak ennyit ér a lánya? Rendben. Hallja, mennyit akar. Nem kell az Isten verte pénze. Engem nem vásárolhat meg a lánya életéből. Csak nem képzelő, hogy hagyom egy ilyen jöttmentnek tönkretenni a lányom életét. Ezt hadd döntse el ő! Egy frász dönti el. Bízzuk rá! Fogja a szája! Azért jöttem ide, hogy beszéljek veled. Nézze, ha nem tűnik el innen azonnal. Esküszöm, kidobhatom innen. Apa, ezt majd én elintézem. Jordan! Jordan, tudom, a múltkor ocsmányul viselkedtem. Nem azt mondtam, amit igazán kellett volna. De én hiszem, hogy van még egy lehetőségünk. Köztünk vége mindennek, Brian. Túl sok olyan dolog történt, ami a kapcsolatunk ellen szól. És mi van a gyerekkel? Annak a gyereknek, a gyerekünknek apa kell. De nem egy olyan, aki egy év múlva lelép. Bizony, ezzel az életmóddal miféle apa lenne? Jordan, hagyd még egy lehetőséget. Nem. Megérdemlek még egy második lehetőséget. Nem. Brian, honnan tudom majd, hogy őszinte vagy-e hozzám? Amikor még magadhoz is alig bírsz őszinte lenni. Őszinte? Miért te olyan őszinte voltál? Miért nem vallottad be, hogy te is csak egy gazdag nő vagy? Mert téged annyira érdekel a pénz. És féltem, hogy sosem tudom meg igazából, mit érzel irántam. Irántam. Hogy mit érzel én irántam. Látod ezt? Ez az apád elképzelés arról, hogyan szabaduljon meg tőlem. Látod? Ennyire érdekel engem a pénz. És azt, hogy hogyan érzek irántad. De sose fogod megtudni.